Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itt Horról. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ugyan alig néhány napja kezdődött el az idei év, de már most ki lehet jelenteni, hogy rendkívüli időszak elé nézünk. Ezekben a rendkívüli időkben szükségünk van a bennünket, magyarokat jellemző erőre, bátorságra és legfőképpen az egységünkre, tette hozzá Szijjártó Péter. A miniszter hangsúlyozta, a népszavazás során több mint 3 millió, a nemzeti konzultáció során több mint 2 millió ember mondott nemet az illegális bevándorlásra, a kötelező betelepítési kvótára. Ez az egység, ez a több milliós tömeg a biztonságunk záloga. Ha egységesek vagyunk, erősek vagyunk, ha nem, eltaposnak minket, hangsúlyozta. Eddig sikeresen védtük meg Magyarországot az illegális bevándorlástól, a határunkon a kerítés áll, a törvényeink szigorúan büntetik az illegális bevándorlást, a rendőreink, katonáink megvédenek bennünket. Azonban nem dőlhetünk hátra, sőt, most kell igazán ébernek és bátornak lennünk, hiszen a Magyarország elleni támadások folytatódnak, sőt, erősödnek. Juhász Péter a Facebookon kommentálta a 24.hu információját, amely szerint az MSZP Csepelen csatába küldi Németh Szilárd rezsibiztos ellen Bangóné Borbély Ildikót. Az együttelnök azért reagált hevesen a hírre, mert ez azt jelenti, hogy az ellenzéki szavazatok megoszlása miatt biztosan elveszíti esélyét a mandátum megszerzésére Szabó Szabolcs, aki 2014-ben közös baloldali jelöltként legyőzte a Fidesz alelnököt ebben a körzetben. Juhász egyebek mellett azt írja, hogy Molnár Gyula a szocialisták elnöke egyszerűen nem válaszol azokra az üzenetekre, amelyekben arra kéri, tárgyaljanak az egyéni választókerületekről annak érdekében, hogy egy baloldali jelölt álljon szemben a fideszes ellenféllel minden körzetben. Juhász Péter úgy gondolja, ha a szocialisták nem törekednek a megállapodásra, akkor az világossá teszi, hogy a Fidesz érdekében politizálnak, rendszer szinten együttműködnek a kormánypárttal. Diákok szerveznek tüntetést január 19-ére a parlament elé, az oktatási rendszer minőségére akarják felhívni a figyelmet. A Facebookon már több mint 6000-en jelezték részvételüket, 25000-en pedig érdeklődésüket a Ne menj suliba január 19-én elnevezési demonstráció iránt. A szervezők felhívásukban azt írják, az oktatás koránt sem modern, és ebből elegük van. Szerintük a fiatalságuk nagy része felesleges anyagok túlrészletezésével telik, miközben tanulhatnák ezeket az ismereteket lényegre törően, és a modern világgal kapcsolatos összefüggésekre is rámutathatnának. Ha ez nincs meg, nem leszünk napra készek, nem tanulunk meg önállóan élni, saját értékrend és értékelés útján döntést hozni, és nem lesz szabad az elménk, írják. Ünnepélyes keretek között átadták a Magyarországi Baptista Egyház új budapesti épületét, amelyet a kormány adott az egyház tulajdonába missziós, oktatási és szociális célokra. A Budapest 6. kerületi Benczúr utcában lévő épület a Baptista Ház ünnepélyes átadásán Soltész Miklós egyházi, nemzetiség és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár felidézte, hogy a baptistáknak tök köszönhetően 40 évvel ezelőtt, 1978. január 6-án térhetett haza a Szent Korona, a Jogar, az Országalma és a Kard. A kormány és nemzet nevében az államtitkár köszönetét fejezte ki az egyháznak a 40 évvel ezelőtti és az azt megelőző üldözések során, valamint napjainkban is végzett szolgálataiért. Külföld. A brit miniszterelnök szerint London olyan szabad kereskedelmi megállapodásra törekszik az Európai Unióval, amely az áruk és a szolgáltatások kereskedelmére egyaránt kiterjed. Theresa May kijelentette, kormánya súrlódásmentes, vámmentes kereskedelmi kapcsolatrendszert kíván fenntartani az Unióval a brit EU tagság megszűnése után is, olyan egyedi megállapodás alapján, amely nem más országok által követett modellekre épül. Utalt Kanada és az EU szabad kereskedelmi megállapodására, amely nem terjed ki a szolgáltatások forgalmára. Szinte semennyire nem egyeztethető össze fontos kérdésekben a kereszténydemokrata unió és a keresztény-szociális unió, valamint a német szociáldemokrata párt álláspontja, mondta Kiszelli Zoltán politológus a köztévén, azzal kapcsolatban, hogy vasárnap előzetes egyeztetés kezdődött Németországban a közös kormányzás folytatásának lehetőségéről. Kiszelli Zoltán jelezte, a pártok rövid, körülbelül egy hetes időkeretet szabtak maguknak, és a nehéz témákkal kezdik. Ha mégis sikerülne megállapodniuk, a szociáldemokraták január végi kongresszusa adhatna felhatalmazást a valódi koalíciós tárgyalások elkezdésére. A politológus szerint több az ellenérdekelt a pártokon belül, sokkal többen vannak, akik a tárgyalások kudarcában érdekeltek, mint azok, akik a sikerét szeretnék.
Berlinben és Hamburgban, valamint Bécsben összesen mintegy 2000 ember részvételével rokonszenv tüntetéseket tartottak a napok óta tartó iráni kormányellenes tüntetések résztvevői mellett. Berlinben a Brandenburgi kapunál mintegy 1300-an fejezték ki szolidaritásukat az iráni kormányellenes tüntetők iránt, közölte Javad Dabirán, az iráni nemzeti ellenállási tanács képviselője, aki a demonstrációt szervezte. Bécsben pártsemleges tüntetésen fejezték ki a résztvevők szolidaritásukat az iráni tüntetők iránt. Újraindítja egy magánvállalkozása csaknem 4 éve eltűnt malajziai utasszállító roncsai utáni kutatást. A malajziai közlekedési miniszter közölte, hogy az Ocean Infinity nevű amerikai kutatócég ajánlatot tett a keresés folytatására, az ázsiai ország pedig rábólintott. A texasi vállalkozás csak akkor részesül sikerdíjban, ha megtalálja a Malaysia Airlines Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járatának maradványait. Az Ocean Infinity azt tervezi, hogy modern keresőhajóval 25.000 négyzetkilométeres területet fésül át az ausztrál vizek közelében. Szakértők azt vélték a legvalószínűbbnek, hogy a gép valahol Ausztrália közelében, az Indiai-óceán déli részén csapódott a vízbe. A Boeing 777-es típusú repülőgép 2014 márciusában tűnt el, 227 utassal és 12 fős személyzettel a fedélzetén. Benjamin Netanyahu támogatásáról biztosította az Egyesült Államokat azon döntésében, miszerint megvonnák az Egyesült Nemzetek palesztin menekülteket segélyező hivatalától a pénzügyi forrásokat, írta az i24news.com. A zsidó állam kormányfője a szokásos vasárnapi kormányülésen arról is beszélt, hogy teljesen egyetért Donald Trump helyzetértékelésével. Az amerikai elnök a múlt héten arról beszélt, hogy évente több százmillió dollárt fizetünk a palesztinoknak, és sem elismerést, sem tiszteletet nem kapunk tőlük. Még csak tárgyalni sem akarnak hosszú távon egy béke megállapodásról Izraellel, írta az amerikai elnök. Ha a palesztinok nem akarnak tovább békéről tárgyalni, nekünk miért is kellene súlyos pénzeket fizetnünk nekik, fejtegette Trump. Izrael nyilvánosságra hozta azon nemzetközi szervezeteknek a listáját, akiket kitilt az országból, mivel csatlakoztak az úgynevezett BDS mozgalomhoz, írta a Jeruzsálem Post. A BDS mozgalom lényege, hogy gazdasági bojkottot hirdetett meg Izraellel szemben, ide tartozik az izraeli termékek bojkottja, illetve a parlamentekre, a nemzetközi szervezetekre és a cégekre való nyomásgyakorlás, amivel azt szeretnék elérni, hogy az illető országok ne üzleteljenek a zsidó állammal. Izrael most 20 nemzetközi szervezetnek a nevét hozta nyilvánosságra, ebből 10 tevékenykedik Európában. Gazdasággal folytatjuk. Tálai András szerint 7800 tévesztő adózónak segített a támogató ellenőrzés. A növekedés mértéke jelentős, még a bruttó hazai termék várható növekedési ütemét is meghaladja, és mindezt úgy, hogy 2017-ben összességében 860 milliárd forinttal csökkent a lakosság, a családok és a vállalkozások adóterhe, tette hozzá Tálai András. Az államkassa bevételi oldala bizonyítja, hogy megérte a szemléletváltás, jelentette ki az államtitkár. 2017-ben ugyanis az ügyfélcentrikus adóhivatalhoz 13.402 milliárd forint bevétel érkezett, 609 milliárd forinttal több, mint 2016-ban. A bevételek növekedésének okai közül Tálai András az adózói morál javulását emelte még ki, hozzátéve, hogy már nem éri meg eltitkolni a folyamatosan csökkenő adóterheket, így például az EU legalacsonyabb mértékű társasági adóját, illetve a második legalacsonyabb mértékű személyi jövedelemadóját. Végül sport. Azután, hogy a helyi sajtó megszellőztette az egyesség megszületését, az FC Barcelona bejelentette, Philippe Coutinho a Liverpool csapatától hozzájuk szerződik. A katalán klub közölte, hogy a 25 éves brazil válogatott futballista fél plusz 5 évre szóló szerződést fog aláírni. További részleteket későbbre ígért, de annyit már most jelzett, hogy a támadó kivásárlási ára 400 millió euró lesz. A méltatás szerint Coutinho a világ egyik legjobb támadó középpályása, szélsőként is nagyon hasznos, és még van benne lehetőség a fejlődésre. Több spanyol lap is beszámolt arról, hogy megszületett a megállapodás a két klub között. Ennek értelmében Coutinhoért 120 plusz 40 millió eurót kap majd a Liverpool. A szerződtetés pénzügyi részleteiről ugyanakkor az FC Barcelona még nem közölt semmit. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a hettitv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Újabb hét, újabb lehetőség. Köszöntöm a kedves nézőket, így ma, hétfőn.
Enyhe a tél, nevezzük inkább tavasznak ezt a hetet is. Kezdésként erősen felhős, párás, főleg északon néhol tartósan ködös időre számíthatunk. Némi változatosságképpen nem délnyugatról, hanem keletről fúj majd a megélénkülő szél, de hagyják a fogosan az őrbundákat, 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, helyenként azért elő-elő bukkan a nap, és nevető arcával, mint egy gyermek, ránk mosolyog. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra holnap!